A stúdióban Ércfalvi András. Beszélgető társam pedig Papádám, az OFAB Magyarország pénzügyi tanácsadó cég ügyvezető igazgatója, és iszonyú aktuális a mai beszélgetésünk, mert itt Budapesten éppen nagyjából esik zuhog az eső, már most nem voltam már kint három perce, meg nagyjából vihar is van, elég fekete fellegek vannak, nézegettem a különböző meteor előrejelzőket, több már összedőlt, már bedőltek az internetes portálok, és annyi az érdeklődés. Egy friss kutatásról beszélgessünk. Tízből hét lakástulajdonost ért már kár, akkor akár viharkár is lehet, de sokan még mindig nem kötöttek otthon biztosítást. Azért ez egy nagyon nagy szám, ez a tízből hét jó napot kívánok! Valóban 10-ből 7 esetben ért már kár ügyfeleket, ez tényleg egy nagyon magas szám. Nem véletlenül, hogy majdnem mindenkinek van Magyarországon már lakás biztosítása, mert körülbelül 73%-a a lakosságnak rendelkezik ilyen jellegű termékkel. Ez nagyon jól is van így. Ami egy ez kicsit... jól hangzik, a szám az nagyon jó. A szám az mhm. pontosan, tehát a szám az nagyon jól hangzik. Ugye mi egy kicsit mélyebbre mentünk a kutatással, nem csak azt kérdeztük, hogy van-e biztosítás, hanem hát tudják -e egyáltalán, hogy mire kötötték az ügyfelek, és ott már vannak problém problémák egyébként, tehát ott nem olyan szép ez a szám. Én azt hiszem, hogy 10 az, aki, aki, talán semmit nem tud, ugye? Tehát se tudja, hogy az ingatlanra van, vagy a, a benne ingóságra, vagy mind a kettő, ez a teljes tájékozatlanságot valló legalábbis a kérdezetes alapján ügyfél. Pontosan ez a 10 ez azok, akiknek van egyébként biztosítások, földetük azt a kérdést, hogy ingóságra, vagy az ingatlanra, ugye ez az alapkérdés, és tényleg erre az alapkérdésre nem tudtak választ adni, akkor ugye el tudjuk képzelni, hogyha mondjuk a feltételekkel mennyire lehetnek tisztában az ügyfelek, ott még rosszabb számokat láthatunk. Nézegettem ezt az anyagot, meg ezt a sajtótájékoztató dossziét, amit átküldtek, sok érdekes adat van benne, és egy picit még kételkedtem de aztán pont ma kijött a, a Mabisznak, a Magyar Biztosítók Szövetségének egy, egy friss adatsora, de mondom ez is mai. 2010 és 17 között egy millió viharkál regisztráltak és segített, vagy fizetett, inkább mondjuk így fizetett a biztosító. Tehát 7 év alatt 1 millió káresemény, ahol a biztosító közben járt. Ez 73 milliárd forint volt a Mabis hivatalos adatai szerint. Tehát óriás, azért mondom, hogy ez a 10-ből 7 így már aztán teljesen elhelyezhető és hiteles. Igazából ez a 10 ez érdekes volt az első körben, de mi az, amit az ügyfelek nem tudnak pontosan, vagy talán nem helyesen csinálnak? Ugye ha megnézzük az elmúlt évek változásait, tehát hogyha azt nézzük a legújabb statisztikák szerint, a bérek az elmúlt fél évben 15%-ot növekedtek, hogy változik az embereknek az anyagi helyzete, egyre több mindent tudnak vásárolni, vesznek egy új tévét, felújítják a lakást, azért ingatlan boom van most Magyarországon, ami nem csak vásárlás, de felújítást is jelent, és sokan nem tudják, hogy időnként aktualizálni kéne ezeket a lakásbiztosításokat, mert ha ezeket az új dolgokat nem vezetjük be a szerződésbe, nem módosítjuk, nem írjuk föl tételesen, akkor a kárkifizetésnél nem fog fizetni a biztosító, vagy jóval kevesebbet, mint amilyet számíthatunk, és akkor ugye elégedetlenek leszünk a biztosítóval és a szolgáltatással kapcsolatban. Mint hát A hírek alatt még felvetettem valamit, hogy ha csak azt veszük, hogy mondjuk itt Budapesten a panel lakások értéke, vagy a családi házak értéke, az hogyan változott az elmúlt időszakban, és ez a bérlemény, és igaz, mert majd a bérleményekről külön beszéljük. Tehát mondjuk a panel, ami néhány éve még 10 milliót ért, az most már bőven 15 fölött van. Tehát akkor nyilván a biztosítást is aktualizálni kell, mert hogyha mondjuk leég, vagy kiég, megsemmisül, akkor nyilván azt az összeget téríti, vagy annak egy részét téríti a biztosító, amire én megkötöttem. Pontosan, tehát van egy biztosítási összeg, az a kárkifizetés maximuma, ha azt én 10 millióra kötöttem. 3-4 évvel ezelőtt, mert ez egy teljesen reális szám, akkor 10 milliót fog fizetni a biztosító, holott nekem most 20 millióban lenne újra egy ilyen ingatant vásárolni, vagy felújítani, és nyilván ez problémához vezet. Hát úgy fogom érezni, hogy becsap a biztosító, vagy Pont lehúz, vagy nem akar fizetni, holott itt én vagyok kevésbé figyelmes. Ez így van, ugye van alapvetően egy picit ilyen negatív vélemény a pénzintézetekkel, biztosítókkal szemben, holott azt mondhatom, hogy elég tisztelben a magyar piac. Tehát a biztosító, ami a feltételben már van írva, azt tartani fogja és fizetni fog. Tehát ez van leírva a feltételben, én voltam az, aki nem aktualizáltam a szerződésemet, és nem gondoskodtam erről. Menjünk vissza a kutatásra és menjünk végig a, a, a dolgokon. Azt, azt mondtam, hogy bérlemény, és az is fontos, mert hogy a, mondjuk a, a, a bérlési díjak is legalább 50-40-50 emelkedtek az elmúlt két-három évben, itt mondjuk Budapesten. Bérelt ingatlanra is érdemes kötni, ha én nem vagyok tulajdonos biztosítást? Mindenképpen egyébként. Ugye általában, hogy ezek társasházak, amiket bérelünk, ez Budapesten nagyon magas, 73 százaléka a lakosságnak Budapesten társasházban él, nagyon sokan albérletben. És ugye a társasházaknak általában van társasház biztosítása, ez fizet az épületrészekre, tehát a falra, a burkolat, hogyha tönkre megy, ez rendben is van. De ha nincs egyéb biztosításom, akkor például az ingóságokat senki nem fogja mondjuk kifizetni. Mondjuk a szőnyeget, amit eláztatott a főső lakó. A szőnyeget beruhat, mondjuk. Vagy mondjuk a laptopot áztatja el, akkor már egy jóval uhum. nagyobb kár keletkezik, és senki nem fogja nekünk kifizetni. És mint bérlő? jogomban áll, és köthetek. Elsősorban ingatlan mert nyilván abban vagyok érdekelt, hiszen az az én tulajdonom az ingóság, ezt nyugodtan bármikor megköthetem, és tényleg egy kvázi jelképes összeg, pár ezer forintért köthetek ilyet akár egy évre. Igen, csak megint az a helyzet, hogy a háznak van, legyintek, akkor tulajdonképpen én rendben vagyok, tuti vagyok, pedig nem. Pedig egyáltalán nem így van, sőt egyébként pont van egy anomália, most nem mondok neved, de egy viszonylag nagy biztosító társas házában, Általában úgy szól ez, hogy az épület részekre fizet a társaság biztosítás, mondjuk a beépített szekrényre vagy a beépített konyhára. És minden egyebet pedig az ingóság fizet. Az ingóságban nincsenek benne a beépített dolgok, hiszen az, az nem ingó, azt nem lehet mozgatni. És van egy biztosító, most szembesültünk egy ilyen káresetel, ahol ez kizárás. Tehát a beépített konyha, a beépített szekrény nincs benne a társaság biztosításban, ezért, hogyha az ügyfélnek nincs ingóság biztosítása, akkor senki nem fogja kifizetni. Történt egy beázás, van egy konyha, alapáron 500 ezer forint ez ez és senki nem fogja kifizetni. Ezekre a finom dolgokra érdemes odafigyelni, és hát igen, át kéne olvasni a feltételeket, ami nem egy könnyű dolog, mert hát egy vaskos jogi szövegről beszélünk. Jó, meg hát a, még egy mondat, ez a, az sem mindegy, hogy az a, egy panelban, egy bérleményben is cserélődnek a bútorok, és lehet, hogy már ez nem a beépített konyha bútor van benne, ami benne volt a biztosítás megkötésekor, hanem már régen a másik lakó, vagy, a, vagy akár a tulajdonos valamit oda a helyet beszereltetett. Pontosan, és itt jön ugye az alulbiztosítottságnak a fogalma. Nem csak az, hogy nem fogják nekünk kifizetni azt, amit mi fizettünk, de például, ha van egy 200 ezer, 200 biztosítottam annó a konyhámat, most ér 400 ezeret, és történik csak egy 100 ezeres kár. Azt hinném, hogy az bőven kifizetni nekem a biztosító, hiszen benne van a 200 ezerben. De a biztosító nem így nézi. Azt nézi, hogy a, két, a 400 ezer csak 200 ezerre van bebiztosítva, tehát 50 százalék az alulbiztosítottság. Ezért, amikor van a 100 ezeres károm, akkor is csak az 50 át fogja kifizetni, és én 50 ezer forintot fogok kapni. És hát ez megint olyan, hogy hát az a szemét biztosító már, bocsánat, hogy Igen. így fogalmaztam. Jó, de ez olyan nehéz, mert emlékszem, amikor én kötöttem az ingatlanomra a biztosítást, akkor ugye lehet, sőt, egész biztos, az ugye talán telefonon vagy interneten ez teljesen mindegy, de lényeg az, hogy beszélgettem az üzletkötővel, aki azt mondta, hogy na, akkor, akkor nézzük meg, mink van, ugye, tehát mit akarok biztosítani. Tehát egy csomó minden bemondásra megy, és akkor az ember gondolkozik. Hát azt nyilván nem akarom, hogy alul biztosított legyen, tehát majd jó fősrófolom gondolom. Én majd azt mondom, hogy a, 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 lakás, vagy az ingatlan értéke az rendben van, azt ő fogja mondani, hogy ez nem Igen. ér annyit. Tehát hiába mondok arra a panelre a 30-at, hogyha 15 milliót ér. De mondjuk mondhatom azt, hogy van valami gyűjteményem, ami egyébként tényleg van, és mondjuk az értéke 100 ezer forint, de én azt mondom, hogy biztosítom 500 ezerre. Ez se jó módszer, nem? En, ez azért nem ajánlatos, ez a túlbiztosítottság, mert, ez a túlbiztosítottság mert nyilván, hogyha én bebiztosítom 500 ezerre, ennek fog örülni a biztosító, kiszámolja a díjat, hm. ami jóval magasabb lesz, mint a valós érték. De amikor kár keletkezik, akkor a biztosító kár megállapítja, hogy itt százezer akár, ki is fizeti a százezret, és hát ugye... Én 000, ra több, Igen, mert nem ér többet, tehát ő a valós értékét fogja kifizetni, azt feleslegesen fizettük ki, mert azt, szép dolog, hogy ott van, több lett a díja, de soha senki nem fogja kifizetni azt a pluszt, amit én ott belefizettem. Mi hát Ez szintén nem érdemes. Mi minden derült meg ebben a biztosításban, hmm. vagy a kérdő évvel, vagy kutatásban? Ugye az érdekes volt, hogy az embereknek több mint a 30%-a az öt éve nem nyúlt a szerződéséhez. Ez az 50 fölötti korosztályban már 39 hmm. Tehát ők valószínűleg régen megkötötték, és szépen fizetik minden évben, minden hónapban. De és nyugodtak ehhez, vagyunk. És nyugodtak vagyunk, nyugodtan alszunk, holott nem biztos, hogy nyugodtan kéne aludni. Holott, ugye megkérdeztük azt is, hogy mennyire lennének nyitottak arra, hogy módosítsák a szerződést. Itt 50% azt mondta, hogy igen. Most az egyik szemem sír, másik neved, de ez hogy hát fele van, tele van a pohár vagy félig üres. A fele viszont az lakosságnak azt mondja, hogy ő nyitott lenne arra, hogyha hogy módosítsa ezt a szerződést. Csak hát valakivel el kéne beszélgetni, aki ért hozzá, mert lássuk be, nem olyan egyszerű. Ez olyan, mint egy kötelező biztosítás, kiválasztom a legolcsóbbat. Ugye a másik dolog, ami érdekes, az, hogy a 31 a megkérdezetteknek, az azt mondta, hogy amikor döntök, hogy melyik biztosítást kötöm meg, akkor az ár számít, tehát a legolcsóbbat akarom megkötni. De ezt is óvaintam az embereket, mert itt többszörösen igaz az, hogy az olcsó húsnak híg a leve, mert gondoljunk bele, tehát a biztosítóknál van ugye ők is számolnak profitabilitással, kárhányadot számolnak, az azt, hogy megnézik, hogy mennyi a díjbevétel, mennyi a kár Nyilván, ha többet fizetnek ki, akkor veszteségessé válik a termék, ezért nem akarnak többet nem. kifizetni. Ha kicsi ez a díjbevételem, olcsó a biztosításom, akkor jól meggondolom, hogy milyen károkra fizetek. Nyilván minden biztosító, ami a szerződésbe le van írva, azt ki az ki fogja fizetni. de, csak is az. csak azt. Igen, egy olyan biztosítás, ahol kicsit drágább, hogy a több a mozgás a biztosítónak, és pozitív, az ügyfél számára pozitív irányba bármikor eltérhet. És el is fog térni, mert azért, hogy az ügyfeleket boldoggá kell tenni, azért így gondolkodnak a biztosítók. Tehát Érdemesebb egy picit drágábbat venni. Itt most beszélünk 8000 forintról egy évben, mert valószínűleg pozitív irányba fog eltérni, illetve sok esetben nagyon olcsó biztosításoknál limitek vannak, kizárások vannak. És a kaszkot teszem, mondtam is önnek, hogy volt, volt egy jó pofa esetem, hogy egyik biztosításom se fizetett a szélvédőre. Szóval igen, mert a kaszkot talán jó példa, Ha kötök egy igen. kaszkot, akkor ez legyen benne, át, inkább legyen nagyobb az önrész, át, nem kell, hogy ez benne legyen, meg, meg, nem is biztos, hogy az bekövetkezhet. És akkor egy ezer forinton körülbelül havonta nagyon súlyosan bukom a végén. Pontosan. most egy érdekes példa erre egy olcsó biztosításban a jégverés. Ugye ez a klasszikus, amikor egy nagy diónagyságú jegekesnek az égből, van olyan olcsó biztosítás, ahol például a a jég által okozott homlokzati kár, nyilázáróban redőnyben okozott kár az kizárás. Holott gondoljunk bele, hogy ilyen nagy jegek azért, azért a másfél milliós niketszeres szigetelésünket az telibe tudja verni, hmm. és senki nem fogja kifizetni. És akkor jön a csalódás, mert józan parasztészel azt gondoltam volna, hogy hát ez a biztosítási esemény, hát erre fizetni kell igen, egy komolyabb csomag, egy picit drágább biztosítás fizeti, az olcsó valamiért olcsónak kell lennie, és akkor jön az elégedetlenség, és ez sajnos ki is jött a kutatásból, hogy akik elégedetlenek, ez 17%-a a károsultaknak elégedetlen volt a biztosító szolgáltatásával, de a legfőbb ok az az volt, hogy nem fizettek annyit, mint amennyit kellett volna, vagy amennyiben nekem került ez. És az esetek jó részében valószínűleg azért nem fizettek, mert, Többet, mert a szerződés az már nem volt aktuális. Pontosan, tehát a biztosító mert nem volt elég ami a szerződésben benne van, az a minimum, azt fizetni mm. fogja ha régi összegek vannak benne, akkor azt fogja fizetni a biztosító, hát miért fizetne többet? Érdekes beérzegződés, hogy azon gondolkozom, hogy mitől van, mióta beszélgettünk, meg olvastam ezeket az anyagokat, azon gondolkozom, hogy miért van az, hogy, hogy egyszer ezt megkötöttük, és utána ez pipa, és nyugodtan alszunk 5 évig, 10 évig, és ez a dolog, ez pedig erről lehet hallani, hát én is beszélgettem már szakértőkkel a De ez régről van, amikor volt ez a, ez a sima állami biztosítós, vagy kis bádog nem tudom, mit, a lapocska, vagy plakett, amit kiraktak a házra, és nem volt feltétlen talán infláció, nem volt, és a javak sem úgy szaporodtak az ingatlanokban, ahogy a mai napság. Tehát, bejön egy új tévé abba a házba, amit megvesznek az emberek itt, ami 80-100-150 ezer forintért, onnantól kezdve minden borul. Pontosan ez így van. Mi is azt látjuk, hogy egy kicsit a lakásbiztosítás, az úgy megkötik az emberek, van mm. belőle sok. És a díjat is úgy veszik, az a rezsi része. Tehát mm. mint jön, befizetem a villanyszámlát, befizetem a gázt, beszületem a vizet, Mondom, és befizetem, kipipáltam ezt és mindenki nyugodt, nem, gondol, nem, nem ismerik az embereket, hát honnan is ismernék egyébként ezeket a biztosításokat. Tényleg az ember, be vagyok biztosítva, és ennyi nekem elég holott ezerféle termék van, ezerféle csomag van, és ez is egy szakma, át kell nézni, mert, mert probléma lesz a végén. Nagyon természetesnek veszik az ember. azt hogy... mondja, hogy ez érdemes, jó, mert persze, a, a, nem tudom, a, a, mindenféle dolgot sokkal sűrűbben kéne megtenni, mint hogy ezt az ember. Mert hogy szűrővizsgálatra is el kéne járni évente. Az azt mondja, hogy két évente érdemes egy ilyen felülvizsgálatot. Az még pénzben nem kerül, elvileg, hogyha a, a felül az ember ránézett erre egy szakember. Pontosan, vagy pedig úgy, te azt mondom, hogy ha nem Most ugye tényleg volt egy óriási árobbanás Magyarországon, és amiről korábban beszéltünk itt a totálkár esetében, hogy hát felmentek az ingatlan árak. De ha mondjuk ilyen azért nem mindig, tört, nem mindig történik, ha mondjuk vásárolunk valamit, ha tudjuk, hogy veszünk egy nagyobb értékű tévét, vagy az égszereinkből több lett, vagy felújítottuk a fürdőszobát, új bútorokat vettünk. Tehát akkor érdemes erre gondolni. Egyébként évente egyszer úgy is küld a biztosító levelet, ez az indexálás, amikor ugye, emeljük a díjat az inflációval me megegyező. azzal a lendülettel. És igen, vagy a kukába Tehát, dobjuk, vagy, vagy a polcra, vagy amit tudom, a fiókba, igen. De, nem bogarásztuk ezt. Nem bogarásztuk, holott, holott kéne. Tehát jó lenne valakivel elbeszélgetni. Nyilván ezt maga az ember is át tudja szöszölni, a fölmegy az internetre, de tényleg ezek súlyos jogi szövegek, tehát még uh -huh. nekünk is lassan, sokáig tart, még elolvassuk, hogy érdemes valakivel beszélgetni. Igazából, hogyha az ember egy szakértő segítségét veszi igénybe, ezt is megkérdeztük, uh -huh. nyitottak az emberek arra, hogy szakértő segítséget vegyek igénybe, ettől nem lesz drágább a biztosításuk. Tehát az nem lesz drágább, elbeszélgetnek, megkötik, dönthetnek úgy, hogy nem kötik meg, lehetőség szerintem ott ez van. ez nagyon érdekes kérdés lett volna, ha ezt megkérdezik, vagy legközelebb szerintem érdemes megkérdezni, hogy azt, hogy, hogy mikor kötötte. Hogy mennyire emlékszik pontosan? Mert ha most ön engem itt sarokból én mikor kötöttem az én ingatlan a biztosítást, biztos, hogy tévednék két-három-négy évet. És biztos, hogy jó régóta nem nézettem rá. Tehát a dolog a ködbevész, mert van, és pipa. De valahol nagyon nem. hamar mennek ez. És az is biztos egyébként, hogy sokkal nagyobb összeget... Gondolunk a változtatásnál fizetni, mint ami valójában aztán havontak el. Sőt, én azt Pert mondtam, ezt jóval. az is lehetséges, hogyha van egy régi biztosításunk, ami ez nem nyúltunk, hogy most bővített nagy több szolgáltatással olcsóbban tudjuk megkötni. Mert volt uh -huh. egy verseny a biztosítók között is elkezdtek versenyezni szolgáltatásban és árban is többször előfordult az nálunk is, amikor egy négy-öt éves szerződést aktualizáltunk, és jobbat tudtunk olcsóban nyújtani az ügyfélnek. Nagyon köszönöm. Hát aktuális volt a beszélgetés, mert azóta is, hogy látom, fekete az én is Bármi történhet. Köszönöm szépen. Papádám volt a vendégem, az OFAB Magyarország pénzügyi tanácsadó, ügyvezető igazgatója Köszönöm szépen, hogy nálunk. Nagyon szépen köszönöm.